fogalmazza az ősi törvényt, amely ott van az elejünkben, amit nem tudunk kiirtani magunkból, szemet szemért, fogat fogért. Ez az ősi törvény, farkas törvény. Amikor bántást kapunk, akkor szeretnénk azt visszaadni, bár az Ószövetség már megfogalmazza azt is, hogy csak abban a mértékben, amennyien mértékben kaptuk, de az Úr Jézus ezt áthúzza, és egy még magasabb dolgot mond nekünk, amire azt mondjuk, hogy hát ez emberileg lehetetlen, hogy imádkozzatok ellenségeitekért, és tegyetek jót velük. Itt érezzük, hogy ha emberi szinten akarjuk megvalósítani ezt a dolgot, akkor számunkra ez lehetetlen, ember fölötti. Mert igen, akkor, amikor bántanak bennünket, nehéz tűrni, nehéz nem visszaütni. Mert ha megütnek, ha támadnak bennünket, akkor ősi, ösztönszerűen ott van bennünk a védekezés, hogy szeretnénk magunkat megvédeni, és ha lehet, akkor vissza is adni a másiknak, amit kaptunk tőle. De az Úr Jézus azt mondja, szeresd fele barátodat, és szeresd fele barátodat, és az ellenségedet is. Bár az újszövetségi törvény azt mondja, hogy szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet, de a fele barát alatt nem mindenkit értettek az újszövetségben. Csak azokat, akik zsidók voltak, és azok a pogányok, akik a zsidó törvényeket megtartották. Csak ezeket nevezték fele barátnak, a többi ember nem. Gondoljunk csak az irgalmas szamaritánusnak a példájára, amikor az Úr Jézus megkérdezi, ki az én fele barátom, és Jézus azt mondja el, hogy az, aki méltó arra, hogy fele barát legyen. És az irgalmas szamaritánust hozza példának, aki nagy lelkűen gondozza, ápolja azt a féltvatra vehet embert, akiről nem tudjuk, hogy ki az, csak hogy rabló kezébe került. Tehát az Úr Jézus valami magasabb és többet kér tőlünk. Legyetek olyanok, mint a mennyei atyátok. Vagyis a mennyei atya fölragyogtatja napját, jókra és gonoszokra egyaránt. Az Isten akkor, amikor szeret bennünket, akkor ő minden embert szeret, és ő nem akarja a bűnös embernek a halálát, hanem hogy letérjen, és a jó úton járjon. Szent Pál apostol is erre figyelmeztet bennünket, amikor azt mondja, hogy a rosszat jóval győzd le. Igen, a rosszat rosszal akarjuk legyőzni, de belátjuk azt, hogy ez nem visz semmiféle jóra. A bosszú bosszút szül. Csak akkor tudjuk megállítani ezt a folyamatot, ahogyan az Úr Jézus mondja, hogy szeresd ellenségedet, és imádkozzál értük. Fölteszi nekünk az kérdést, hogy mivel vagyunk mi többek, akik Istenhez tartozunk a pogányoknál? Mivel vagyunk mi többek azoktól, akiknek nincs Istenük, vagy más az Istenük? Föl tudjuk-e ragyogtatni azt a töbletet, ami az igaz Istentől származik? Hogy szeretjük azokat is, akik bennünket üldöznek. Nehéz megvalósítani, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy ha valaki arcon üt, akkor tartsd oda a másik arcodat is. Vagy ha valaki elveszi a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. De azt gondolom, hogy akkor, amikor ezt az evangéliumi részletet értelmezni akarjuk, akkor fontos, hogy az Úr Jézusnak a példáját idehozzuk magunk elé. Mert ő mutatta meg igazából azt, hogy mit jelent az ellenség szeretet, ő mutatta meg azt is, hogy mit jelent az ellenségeinkért imádkozni. És ez az Úr Jézusnak a szenvedés történetében valósul meg igazán, amikor Jézust elfogják, és a főpap elé viszik, akkor az egyik szolga az Úr Jézust indokolatlanul szájon üti, arcon üti.
És az Úr Jézus visszakérdezi, illetve a következőt mondja neki. Ha rosszul szóltam, bizonyíts be a rosszat. Ha pedig nem, akkor miért tudsz engem? Vagyis az Úr Jézus ebben példát mutat számunkra arra, hogy nem azt jelenti, hogy hagyjuk, hogy össze-vissza verjenek bennünket, hanem vannak dolgok a megbántottságban is, amikor elmondhatjuk azt, hogy mi az, ami bánt bennünket. Vagy akkor, amikor az Úr Jézus ott van Pilátus előtt, és megkérdezi Pilátus, hogy akkor király vagy te? Az Úr Jézus válaszol neki, igen, király vagyok, de az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból való lenne, akkor jönnének az angyalok, és megvédenének engem.